Sziasztok, Isti vagyok, ez pedig itt a Freelancer. Nem annak látszik, de az. A Freelancernek annyit kell tudni. Ez egy 2013, Jézus Isten, beszélem itt a hülyeséget már az elején. 2003 márciusában megjelent űrszimulátor. Ezt a Microsoft Studios adta ki még annak idején, tehát szögezzük le, egy 12 éves játékról beszélünk jelenleg. Az IGN értékelése 9,2 a 10-ből, és Metacritiken is azt hiszem 4,5/5-ös, vagy valami hasonló. A játékhoz egyébként a mai napig készülnek modok, és úgy gondoltam, hogy fülök a hype vonatra, és megnézzünk egy Freelancer modot, ami Star Wars témájú, és jutottunk a Tides of War Freeworlds Open Beta-jához, ami, ahogy láthatjátok itt az alsó sorokban, az a 2.0-as verziónál tart. Idén tavasszal azt hiszem felkerült a legjobb Star Wars témájú játékmodok listájára. Frissítés, hát viszonylag régen nem érkezett hozzá, és most már szerintem nem is nagyon játsszák, de 2014. augusztusában még volt hozzá egy utolsó frissítés, viszont van egy szerver, ami elérhető, és lehet, hogyha nem európai idő szerint játszik az ember, akkor hozzáférhető. Ugye csak, tehát nincs sztori, kizárólag multiplayer, és ugye az interneten keresztül tudunk fölcsatlakozni. Elég instabil, tehát nem minden esetben fog nekünk fölcsatlakozni, illetve előfordult, hogy ledobál, de ez egyáltalán nem most kitörlöm a raktereket, amiket itt próbálkozgattam. Tehát fokkal bonyolultabb irányítani a játékot, mint a Freelancer. Most a Freelancerről, mert az alapjáról annyit kell tudni, hogy ez egy űrszimulátor, klasszikus űrszimulátor sztori. Úgy kezdődik, hogy van egy űrállomás, valami ismeretlen lő megtámadja, természetesen mi vagyunk a kevés túlélő egyike, és szépen megpróbáljuk ezt az erőt legyőzni, és egyre jobb űrhajókat veszünk, és egyre nagyobb tiszteletnek örvendünk. És egy viszonylag nagy űrtérkép volt, és egy ilyen csőrendszerre lehetett utazni a térképek között, és ezt a csőrendszert hivatott elkülöníteni egymástól a bolygók körüli részeket, ahol gyakorlatilag tevékenykedni lehetett, és ugye tehát ez hidalta át a töltési képernyőket. Tehát gyakorlatilag egyébként a játék nem töltött a helyszínek között, tehát egy húzamba be lehetett járni már akkor, tehát 2003-ról beszélünk, az egész területet, ugye hát ezeken a kvázi töltési képernyőkön, amíg utazta a lából B-be. De ugye ezek néha megszakadtak, ezek az utak, és akkor voltak ilyen küventek, megtámadtak, és megszakadt az út, kis harc, mit tudom én. Tehát azért pörgős volt a játék alapvetően. És erre tett rá egy csapat, egy Star Wars témájú modot, amit nem hiszed el, hihetetlen részletességű. Na most ugye ezt mutatom, egy picit instabil a szerve, hogyha sokáig nem csinálunk mit. Viszont tehát játék közben még nem dobott ki. De itt a betöltő képernyőm viszont néha azért hajlamos. Tehát ugye az új karakter készítése, látjuk, hogy honnan kezd a karakterünk, mennyi pénzzel kezdünk, milyen hajója van, illetve hogy kihez tartozik. Ugye egy kalóz frakcióhoz tartozik, egy TYE Wing ronda a hajója. Ez egy Y-szárnyú és egy tájvadásznak a szerelem gyereke, és tényleg ronda.
belőlük is többféle karakter van, akkor ugye, hogy haladunk tovább a HUD szindikátus tagjaikat, egy MB2-es típusú hajóval induló pilótát találhatunk, kis fejvadász kinézettel, egyéb hasonló buki, micsoda bajsza van Chewie-nak. Akkor, ahogy áthaladunk a koréliai szektorra, itt egy I-7-es Howrunner az alaphajó, amivel kezdünk, illetve egy koréliai Y-szárnyú. Áttépünk a birodalomra, azért az kemény anyag, aki látszik a páncél alól, nem? Ugye ők tájvadásszal kezdenek, belülük is többfélét lehet választani. Ugye az új köztársaság, itt is az Y-szárnyú, az X-szárnyú, az E95 az azt hiszem egy X-szárnyú. Már akkor áthaladunk a Sorusuk korporációra, az pedig egy YT-1300-as, az Millennium Falcon is egy YT-1300-as hajó. Akkor itt ugye közben változnak a frakciók. De tehát ez egyébként egy viszonylag elterjedt teherhajó. Ezt lehet, hogy meg is nézzük, mert a Tantuinon kezd. Basszus. Na szóval. Vissza a csávóra, aki a Tantuinon kezd. Na, tehát ő a Tantuinon kezd. Csempész. Valami, mit tudom én. Mindenki Y-t nette 1300-a. Super Starfighter a civilek közül, illetve egy szintén egy I-7-es Howrunner a civilek közül. Ugye ez az befolyásolja, hogy melyik frakcióhoz csatlakozunk, vagy frakcióhoz, hogy kilő ránk mindenféle figyelmeztetés és gondolkodás nélkül. Akkor, na, kezdjünk egy érdekessel, nézzük meg a mondjuk a Tantuint. YouTube 1, szépen elnevezzük. Ugye azt írja, hogy 1000 pénzzel kezdünk, de ugye a hajó is ér valamit, illetve föl is van szerelve. Itt láthatjátok a várost, vagy hát a települést, ahol vagyunk. Ugye ugyanúgy az alapjátékból ismert elemek megmaradtak, mint a bár, a kereskedő, a felszerelés árus, illetve a hajókereskedő. Aki nem árul semmit. De nem baj. Mivel? Akkor felszállunk. Tehát egyébként nagyon szépen le vannak modellezve a hajók, és van, amelyiknek gyönyörűen megvan a belső pilóta fülkéje is csinálva. Tehát kiérünk az űrbe, valaki már lő is ránk. Egyébként én szerintem nagyon jó irányítása van. Ó! Bocsánat. Ilyen single linked, az jó. Menjél! És mindenki lő rám, csesszétek meg! Menjél! Jézus Isten! De nem megy a shieldem meg minden. Ja, nem ez a temesz kell. Ja, egyébként ugye a Falconon ugye négy fegyver van alapból, négy torony. És ugye mindegyik... Meg kell állni. Dual linket, az se jó. Ad linket, ennyi linket. Nem, ez nem jó. Azt ezek szétszednek. Nem volt jó ötlet ide felszállni. Gyerekek. Ez lesz a jó tüzelésem. Na, érzem. Ugye láthatjátok alul az utánégetőt, a felső csík a fegyverenergia szintje, alatta lévő kék, ami szinte nincs, ez a pajzs.
és az idő. Y-szárnyak? Vagy valami fejvadász? Vagy X-szárnyak? Mik ezek? Rattentő rondák. Kulcs. Csak kapkodom a fejemet. Meg fog halni. Csak nem tudom. Bazd meg! Mi vagyok én itt valami? Csempész. Hát ezt gyorsan megnéztük. Respawn. Megpróbálunk még egyszer. Hát hogy... Akkor a következő lépés az, hogy megpróbálunk gyorsan elhúzni. Ugye, én mondtam, ezeket a töltő képernyőt helyettesítő elemeket kivették. Helyette megkaptuk a... Hiperőrugrást. Nézzük meg azt. Na most a hiperőrugrás az úgy működik, hogy ráfordulunk arra, ahova menni akarunk. Kiméretjük a hiperőrugrást. Attól függ, hogy mikor ugrunk bele, attól függ, hogy lesz bonyolultabb a hiperőrugrásnak az útvonala. Gyakorlatilag, hogyha föltött 100%-ig, akkor egy ilyenesre mennünk, egyáltalán abba sem, tehát abba tényleg nincsen nehézség. És hogyha aktiváljuk a hiperőrugrást a megfelelő gombbal, akkor belépünk a kapcsolj fénysebességre. És... Oh, ha... Láthatjátok, hogy az a kurva életben. Hogyha tehát viszonylag korán lépünk be a hipertérbe, akkor még mindig nagyon sok űrhajó üldöz. Nem tudok dokkolni. De tehát ha idő előtt kilépünk a hipertérből, annak az lesz a vége, hogy sérül a pajzsunk, illetve még a hajónk is előfordulhat, hogy sérül. Hát nem leszünk jóval. Egy jó. Itt viszont talán csak egy hajó van, itt egy normálisabb űrcsatát lett. Ó, persze. Már alapból négyen. Meg sem mozdítottuk a shieldjét, ugye nekünk meg nincsen. Megint szét fognak lőni. Nem baj. Ezek valami formák lehetnek, vagy nem tudom. Nem harci módban vannak, be vannak csukva. Egyébként elég lassú hajó a falkon, viszont ugye sok rajta az ágyú alapból, tehát alulfelül ágyúk vannak. Megmutatom szemből. Mondjuk ennek van értelme, tehát ugye ez a forgótól gyakran lőni. Három, kettő, egy. Áll! Mutatok másik űrhajót. Nézzünk valami érdekesebbet akkor. Nézzük meg ezt az MB2-est. Ez is... Ez is biztos ismerős lesz azoknak, akik valamennyire tisztában vannak a Star Wars univerzumnak a hajóival. Ugye, most nem tudom, valami random helyen kezdtünk, ez a hajónk, amit a kalapból kaptunk, ez a B2-es. És ezen a helyen lehet venni még egyébként nagyon szép hajókat.
egy G1M5D-t, ami fogalmam sincs mely ilyen hajó, tehát életemben nem láttam, viszont gyönyörűen itt le van írva, milyen motorhajtja, milyen hosszú, méretelenyesek egymáshoz képest a hajók, azt hiszem, mennyi manőverezni, milyen reaktorhajtja, milyen pajzs van rajta, miből készült, milyen felszereltsége kapott, illetve kapunk egy kis történetet is minden hajó mellé. Itt van ugye az MB2-es. Ez is, ezek nagyon szépek egyébként ezek a hajók. Illetve egy M12L hajó, ami hát azt írja, hogy fighter, nem freighter, bocsánat, nem terhajó, hanem jaj, mi ez? Vadászgép. Ilyen végül is a maga 16 méterével, nem egy hatalmas terhajó lenne, igen. Mit írnak róla? Heavy fighter. A hattok használják a saját kintlévőségeiknek a védelmére. Megmutatom ezt a hajót, és aztán megnézzük a többieket is mégis. Merre hány méter. Ennek azt hiszem nincsen megcsinálva a belsője. Tehát, hogyha itt átváltunk belső nézetre, akkor csak így... Itt legalább senki nem lő ránk. Egy szállítóhajó. Káosz. Jézus, ez ennyire nem fölődött. Valami érdekesebbet nézzünk. Ripper yard. Semmi érdekes. De, meg van csinálva a belseje, bocsánat. És ezen is van két csoda ágyú. Ezek meg talán rakétavetők? Mondjuk, azt nem tudom, hogy ez most miért pörög ennyire. Ez új, ez a pörgés. És egyébként eléggé idegesítő. Mindegy, hát ezt eddig nem csináltam. Mindegy, megnézhettétek szépen hátulról is, tehát szép a hajó. Szép a hajó szemből, minden van a szép a hajó. Ó, és torony nézetből meg tudom mutatni körbe. Tehát azért, tehát, hogy akárki csinálta, szerintem hihetetlen jó munkát végzett. Jó, menjünk tovább, mert ugye mindenkinek drága az ideje. Select a new character. És igazából a Star Wars fanok már úgyis kinyom, vagy aki nem Star Wars fan már valószínűleg úgyis kinyomta a videót. Na, menjünk tovább, mit látunk akkor. MB2-est megnéztük. Nézzük meg az I7-est. Itt lent láthatjátok kis képen. Megnézzük az elárusítónál, mit árulsz. Koma, itt az I7-es, a kis könnyű csillagharcos hajónk, nagyon kis helyes, szép, kicsit olyan, mint egy alszárnyú, de annál azért ugye hegyesebb. És ennél az árusnál vehetünk IT-1300-ast, hogyha nekünk az tetszik. IT-5300-ast, ami egy őrhajó menő néz ki.
maga 20 méteres hosszával egy közepes hajónak számít. 6 lézerágyú, torpedővetők. Azért ez nem semmi. Illetve vehetünk IB-300-as szállítóhajót is, ami egy 75 méter hosszú, óriási, hatalmas hajó, amit nem fogok tudni megmutatni nektek, mivel összesen 190 ezer pénzem 2 millióba kerül. Sajnos, pedig rohadt jó lenne megnézni, hogy hogyan repül. Mindig az volt a bajom egyébként ezekkel a régi űrszimulátorokkal, hogy föl is szállunk ezzel a kis hajóval, csak meg. Mindig az volt a bajom ezekkel a régi űrszimulátorokkal, hogy mit tudom, hogy megvolt egy hajó méret, általában ez a vadászgép, vagy egy picit nagyobb, mint a vadászgép, és engedett följebb a rendszer. Na? Szerintem menő néz ki. Szép ez a kis hajó. Aha, az elején van 2 lézerágyú. Viszont senki nem akar megölni. Az megnyugtató. Van 2 IT-5300-as itt tök közel. Azaz, keveredj meg. De hogy egyébként tényleg érdekelne, hogy ez most miért csinálja valamit? Megnyomhatta ajtól egy kicsit. Na, végre megjavult, köszönöm. Na, ezt megnézzük közelről. Illetve, na, ez az, amikor nincsen megcsinálva a hajó belseje. Ezt látjátok most. Ugye ilyenkor csak szimplán eltűnik. De úgyis nem baj, nem takarja ki itt nekünk a... Egy kis utánégetés. Meg tudjuk nézni őket közelről. Mert hogy a bolygó mögött vannak? Nem. Itt lesznek. 3000 méter, és még mindig nem látjuk őket. Méter. Hús. Jól néznek ki, nem? Ezek egy picikét nagyobbak, mint a mi hajónk. Picikét talán lassabban kéne menni, hogy... De nézzük meg ezt az űrállomást. Ez is rohadt menő meg van csinálva. Hogyan tudok ezzel beforogni? Igen. Rohadt menő meg van csinálva az űrállomás is. És azt hiszem be is tudunk rá dokkolni. Bedokkolunk. Ott a háttérben, ott láthatjátok. A különböző naprendszerek között ezeken a gyorsugrási pontokhoz elmenve tudunk ugrálni. Méghozzá úgy, hogy lehozzuk a nagy térképet, mindjárt megnézzük ezen az a bázis, hogy milyen hajókat lehet venni, és utána, vagy hát 4000 méter még meg tudom mutatni. Tehát ugye ez egy naprendszernek a térképe. Ez pedig a játékban társadalmi naprendszer, ami elérhető. Itt a kis űrhajó mutatja, hogy hol vagyunk, itt a Koréliánál, és ugye innen közvetlenül 3 naprendszerbe érünk el, aminek ugye a szélső pontja itt az Endor, a birodalomnak a bolygója, itt a Bastion, a Kashyyyk, akkor ami még mi van itt a Tantuin valahol lent, azt hiszem, itt a Tatu rendszer, akkor a Yavin rendszer, akkor mi van még itt? Voltak még olyan nevesebb rendszerek, amik úgy említésre méltók esetleg. Na mindegy. Most leszállunk a bázison, aztán nézzük, hogy itt milyen hajókat árulnak. Nagyon sok hajót lemodelleztek egyébként, de tényleg.
Hát itt semmilyen hajót nem árulnak. Árulnak viszont alkatrészt. Ugye itt mutatja, hogy erre fölpakolhatunk maximum 4-es osztályig rakét, tehát két 8-as osztályot, és akkor itt is mutatja, hogy vehetünk rakétákat, lézervetőket, ja, a fegyverek ára az, hát tehát ugye láthatjátok, milyen összegben van belőve. Cserébe viszont a leírások egy enyhén szólva hiányos, tehát hogy itt, hogy mi mit jelent, tehát hogy melyik a sebzés és melyik a mert ez mondjuk a lövedék sebessége, oké. Gondolom, hogy valamelyik a fire rate lehet, ez mondjuk valószínűleg az első a tech level, vagy az osztály. Tehát gondolom, hogy ezt nem tudom föltenni, ugye írja, hogy nem tudod föltenni, mert az 9-es osztály. Ez meg ugye egy ágyú talán. 9 és 9-es osztály. Akkor talán valamit. Mondjuk elvileg ezt a erre a helyre, ezt elvileg pedig föl kéne, hogy tudjam tenni. Gun per missile, class 8, ez meg class 7-es. Green Auto Blaster. És ez most hova tette föl? Úgy néz ki, volna pedig nem tette föl. Tessék, 8-as osztályú, milyen gönc. Fölpakoljuk, felszállunk, mint a húzat. Itt láthatjátok itt a szám, oda néz. Följött még egy játékos. Na, akkor az volt valószínűleg itt mégis játszik még pár ember. Vannak játékosok. Ship status. All systems. Nem. Departing player. Killer. Valószínűleg ő. Megtalált volna, megölt volna, mint... Megölt volna, ahogy kell. Ja, most nyitunk egy másik hajót, aztán... Megmutatom, hogy ha egyedül vagytok, akkor sem feltétlenül unalmas, csak rohadt nehéz a játék. Kérünk egy új karaktert. De ezek szerint még valaki játszik a játékkal. Ja, az FPS számlát nem tudom kikapcsolni sajnos. Nézzük csak, mit néztünk meg. IT-i3-as. A tájvadász. Hát a tájvadászt nem fogom megmutatni. Bár most őszintén szóval, ha állást kell foglalni, mindenképpen azt mondom, hogy tehát én egyébként a birodalmat választanám. Nézzük meg még ezt az Y-winget. Még ezt az Y-winget is megnézzük. De tényleg csinálunk vele pikpakra. Hogy tud-e valami érdekeset, vagy benne a robot, besírsz, ahogy kell. Azt a rohadt életben, de jól néz ki. Ez is. Mi nem tudok lőni? Tehát nagyon jó hozza a hangokat, a lézerhangokat. Ó, azt nem néztem meg, hogy megvan a belső csinálva. És megvan! Rohadt jó. A lézer effektek, ez teljesen az a lézer. Mikor az első Star Wars 77-es, 78-as, mindegy. Teljesen azt a szintet hozzá csikok.
Hihetetlen autentikus. Aj. Na, nézzük akkor még, nézzünk még tovább a hajókat. Mert gyakorlatilag egyébként valószínűleg egy hajó bemutató lesz. Ide. Az érdeklődőknek. Tak, 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 tak. Jó. Én megértem. Elfogadom a bocsánatkérést. Próbálsz kapcsolódni. Ja, hogy az én internetem szar. Előfordulhat. Mindig előfordulhat. Az 30-as ping. Azt írja, hogy van fönn két játékos, abból lehet, hogy ez egyik én vagyok. Sose lehet tudni. Akkor a koréliai Y szárnyú. Akkor menjünk tovább. Azt hiszem, hogy már a birodalom jön. Igen, ugye ezek a TIE Fighter-ök. Most összedjem a TIE Fighter-öket, mert mutassam. Azokat a végén, mert én mindegy, én nekem az a véleményem, hogyha ha Star Wars, akkor birodalom. Aztán kész. Most az, hogy itt a terroristák szétrombolják a működő rendet a 4-5-6-ban, mert most jó, persze a 7-ben, ez egy kicsit másra vette a figurát, most mindegy, hát ha valaki nem látta, nem fogok még spoilerezni. De mindegy, nekem nem tetszett a film egyébként, de ez az én személyes véleményem. 4-5-6-ra visszatérve viszont, besírsz, azt hittem X-szárnyú, de nem, wing, mekkora jó! Nem tudtam, hogy az E95-ös az az wing. Jaj, nem, ja, nem. Nem, jó, akkor nem voltam hülye, bocsánat. Az E95-ös az X-szárny, jó. De viszont van a wing. Azt hittem, hogy ami ott van lent, hogy ez a mi űrhajónk. Ó, na mindegy. Szóval van itt minden. Tehát az X-wing ugye alapból, az a wing. Szerintem egyébként az egyik legszebb, legjobban kinéző. Tehát jobban néz ki sokszor. Egy ilyen sok szempontból jobban néz ki, mint az X-szárnyú. Meg ugye a klasszik Y-bombázó. Tehát ez viszont borzasztóan néz ki. Ebben szerintem megegyezhetünk. Elviszük egy körre az X-szárnyút. Kíváncsi vagyok, hogy megcsinálták-e, de nem hiszem, hogy leanimálták volna a szárny mozgását. Azért az kemény lenne, hogyha ki lehetne nyitni a szárnyait. Közben, tehát van egy pár terület, aminek megvan, tehát ami kicsit jobban megvan csinálva, és akkor megvan csinálva a felszállási animáció. Azok is, tehát ahhoz képest ennek is megvan a belseje, ahogy kell. Hát a szárnya nem mozog, de hát szerintem ezzel együtt tudunk élni. Mekkora menő az az űrállomás? Coruscant System. Ja, Coruscant rendszerben vagyunk. Meg is állunk, megnézzük körbe az X-szárnyunkat. Rohadt jól néz ki. Árnyékot dob rá, ezé. Rohadt jól néz ki. Nagyon szépen meg van csinálva, nagyon szépen le van, hogy már előre hátra. Hang stimmel. Új. Nem tudunk defense platformra nem tudunk bedokkolni. Hopp, nem ezt a gombot kerestem. Ez is jó, de nem ezt kerestem. Hanem... Hanem a térképet. Nem, a térképet keressük. Azt mondja, hogy keresünk valamit... Frozen Moon of... Ja, mert ez a Coruscant volt. Ja, mi lett volna? Tehát egy tiszta hülye, aki nem normális mi. Elvileg talán itt lehet valami.
Hát megpróbálunk ide elugrani. Ja, hogy ez úgy arra. Itt keresztbe. Hát ugye van köztünk egy bolygó, az ugye annyira nem nyerő. Nézzük meg azt. Még mindig. Ájjjj, ez így nem lesz jó. Itt van 50 kilométerre ez a másik csúcsa a wing-el. De jó. Őszintén, ha nem lennék egy utolsó bunkó paraszt, köszönnék neki. Arra se tudok elugrani. Még az, hogy arra se tudok elmenni. Hát pedig nem. Kitöröljük az összes waypointot, amit beraktam. 4, 3, 2, 1... Miért nem? Menjünk oda. Köszönjük a waypointokat. Beállítjuk a Vandor 2-t. Oké. Nem. Jó. Hát ha nem ugrunk oda, hát akkor nem ugrunk oda. Ilyen apróságokon nem akadunk fenn. Megnézzük a birodalmat. Az úgyis sokkal menőbb. Jó. Nem lehet több új karakterem. Vagy nem tudok a... Jó, mindegy. Törlünk ki. Különösebben nem. A kalózokat nem mutatom meg, mert borzasztó gagyik. Tehát ez a, egy tiszta vicces, ez a az egyik oldalról megvan a lapos szárnya a TIE Fighternek. Van, ahol még megvan a közepe is. És akkor hozzá van kapcsolva egy fél Y szárnyú. Ez hihetetlen. Nem kuválja. Rendesen. YouTube. YouTube. Nem. TIE Fighter. Gyönyörűen. V49. Ez egy Light Freighter, tehát azt, ez viszont teherhajó. Azt hiszem a... Talán az X-Wing, a táblás X-Wing játékban is lehet játszani ezzel az űrhajóval, meg lehet venni modellben. Nagyon szépen meg van csinálva ez is, már így a kép alapján. Rohadt menőn néz ki. Illetve a Lambda osztályú T4. Darth Vader a fedélzet. Természetesen, mert ugye miért ne lenne? Felszállunk a tájjal. Megyünk egy kört, nem mutatom a belsejét, azt visszajövök, megveszem a lambdát még. Mert én sem láttam még belülről, hogy hogyan néz ki. Hihetetlen menő. Itt is ugye az űrállomások, transferállomás, van itt minden, bolygók, így néz ki belülről, ez nem tud hátra felérülni. Viszont leszállunk.
ezt a G-s, ezért ezt nem tudom hogyan kikapcsolni. Szálljunk le. Megnéztük a Lambda Shuttle-t, aztán mindenki mehet más videót nézni, aki esetleg érdekel, öldött engem továbbiban. Nagyon szép egyébként. Szépek a textúrák is, tényleg ez egy modern csapatnak a munkája, nem tudom hány emberé, de nagyon szép textúrákat csináltak, nagyon szép űrhajókat csináltak, nagyon jól átdolgozták a játékot, tényleg most itt több bolygó van egymáshoz közel, akkor ugye beletették ezt a hiperűrugrást, ugye minden hajó képes magától hiperűrt ugrani, tehát vegyet ugye fénysebességre kapcsolni. Hogy? Így stílszerű legyek. Hihetetlen. Ott láthatjátok is. Ahogy felszállnak. Ez is hihetetlen menőn néz ki. Nehezebb a hajó, vagy nehéz a hajó, nehezebb kezelni. Ekkora már. Megnézzük, a Sartinian Prime-on le tudunk-e szállni. A nagy zöld bolygó ott. Állítjuk. Ennek esélye, mert hogy hídja van azért. 22 másodperc még. Ja, hogy ez a max sebességünk. Ebben az inventory-ban, hogy nem tudunk. Itt egy shield generátor, de szerintem rajta van a hajón, nem? Meg két zöld lézer. Hyperdrive no recharged. Akkor meg édes komám, miért nem számolod ki, hogy merre kell menni? Videó. Üzenetek üresek. Jó ez a körmenő egyébként, csak hangos. Vesszük a waypointokat, mert csak a one van velük. Jó, hogy a big kicked. Reason hyping. Léci. Még ott meg akartam nézni át, ha van valami jóféle hajó. Nem. Jó, hát... akkor a technika közben szólt ennek a videónak, lehet, hogy itt lesz, ha vissza tudok csatlakozni. Nem tudok. Remélem, hogy tetszett, esetleg kedvet kaptatok egy kis nosztalgiához, aki még régen játszott a Freelancerrel, és most elkapta a Star Wars őrület. A mod ingyenes egyébként. A Freelancer meg gyakorlatilag egy kenyérpirítón is elfut. Most ha belegondoltok, hogy ott van például most már a tényleg ezeken a mit tudom én Tesco androidos telefonokon is futó Galaxy on Fire 2 című telefonos játék. Tehát körülbelül annak a grafikai szintjét hozza a játék, csak ugye nagy képernyőn és természetesen PC. Nem akarom megkockáztatni, de lehet, hogy a mobilos Galaxy on Fire szebb egyébként. De most nem menjünk bele. Mindegy, a játék fut egy kenyérpirítón is. Jó a sztori, jó az irányítás, könnyű megszokni. A modok kapcsán rengeteg mod van hozzá. Gyakorlatilag úgy
cicomázzátok ki a játékot, ahogy akarjátok, viszonylag egyszerű őket telepíteni. Tényleg duplakat, ez is fölé telepített egy launchert, és az mindent lefrissített. Most a játék ugye feltelepítve foglal másfél gigát, vagy mit tudom én, valami ilyesmi tétel. Ahhoz lejött még másfél giga a mod. Mi az? Semmi. Nek a mobil netje több netet tartalmaz. De mindegy. Igazából ezt szerettem volna megmutatni nektek így érdekességként, hogy egy régi klasszikus mégis. Mert én nekem a saját élményeim alapján a Freelancer jelenti az űrhajó szimulátort, és gyakorlatilag minden űrhajó szimulátornak az irányítását és a dolgait ehhez viszonyítom. És egyébként gondolkozom valami új hullámos ilyen space simnek a beszerzésén, csak hát bizonytalan vagyok most azért, tehát egy EVE Online-ba például nem fogok belekezdeni, hát az egy idő, az időgyilkos. Most már hát a World of Warcraft-tal kapcsolatban abstinens vagyok. Hány éve is? 6 vagy 7, nem tudom, mindegy. Tehát gyakorlatilag ott abstinens vagyok, tehát tűrtőztetem magam, de nagyon csúnyán rá tudok függni, és az EVE Online-ba például ezért bele se akarok vágni. Meg ugye, hogy az ember dolgozik, annyira nincs is ideje játszani, és közben, ahogy van, még szívesen csinálok videókat is. De nem, visszatérve a dologra, gondolkoztam valami űrhajó szimulátor beszerzésén, és egyébként több mint valószínű, hogy a választásom az Endless Sky-ra fog esni, vagy Endless Space. Nem Endless, hanem No Man's Sky, az. No Man's Sky. Tehát ha abból valahogy sikerülne bejutni, ott nem tudom, alfa van, vagy béta, vagy lehet, hogy még a Kickstarter kampány mellett, hogy ott még lehet nekik adományozni, és akkor be lehet jutni, mert abban látok olyan dolgokat, amik úgy jobban vonzanak talán, mint a másik kettő, talán az Elite Dangerous van még, ami ilyen nagy, meg van még egy, ami most nagyon megdemonna a fejből, na mindegy. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjátok egy lájkot, írjátok el ilyen kommentetben, esetleg, hogyha van valami régi jó játék élményetek, amiben játszottatok, vagy elindított a lejtőn valamelyik műfaj irányába, írjátok le. Esetleg szeretnétek róla látni videót, akkor előfordulhat, hogy én is úgy gondolom, hogy megéri egy körre elvinni azt a klasszikust, amit kiszemeltetek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!